máshogyan. De hiszen... orvos látta már? Megvizsgálta? Ki fogjuk vizsgáltatni? Irány az orvos? Jól van, de ő nem bulimiás. Ez egy illúzió. Ő bebeszéli magának. Valószínűleg erről van szó. Ez nem illúzió. Ez komoly dolog. Jól van. Barbarának egy kicsit át kell gondolnia a dolgokat. És akkor az egész butaság véget is ér. Elismétlem neked, hogy ez komoly dolog. Nem veszed észre, vagy nem akarod észrevenni? Nem. Tudom, hogy ez komoly dolog. De azt is tudom, hogy ha itt marad a szobájában, lefekszik és alszik, akkor holnap máshogy látja majd a világot. Ennyi az egész. Kérhetek valamit? Igen. Magunkra hagynál most minket. Nekünk is beszélnünk kell. Kérlek szépen. Rendben van. De mondok valamit. Szerintem. Te manipulálsz minket, mint mindig. Szerintem így van. Magunkra hagynál minket. Kérlek. Megtudtál valamit? Értettem. Ne! Egérre, kérlek. Páznak szüksége lesz rád. Már jobban vagyok kicsit. De alacsony a vérnyomásom, már mondtam. Nincs kedvem emberek között lenni. Nagyon vacakul érzem magam, és nincs erőm semmihez. Biztos csak ennyi? Igen, persze. Csak erről van szó. Ha te mondod. Köszönöm, hogy érdeklődsz utánam. Pacsékó. Igen, asszonyom. Tudni akarok. Mindent. Magam mindvégig mellette volt. Mikor kezdődött el? Először furcsa dolgokat láttam, amiket nem értettem. És elgondolkodtam. Hogyan? Sosem mondta el. Nem mondhattam el korábban, mert nem voltam benne teljesen biztos. Aztán egy napon, amikor láttam, hogy mit tesz, azonnal szólni akartam magának, de megígérte, hogy elmegy kezelésre. Amire persze nem ment el. Elhitette velem, hogy pszichológushoz jár. De csak Karolina lakására járt fel. Ismeri? Ő a szövetségese. Karolina Kostas? A szövetségese? Asszonyom, csak azt akarom, hogy a lánya rendbe jöjjön. Ígérem, segíteni fogok. Segíteni akarok. Köszönöm. Nincs mit. Mindjárt jövök. Persze. Azt hiszed, hogy az alkalmazottaid, a rokonaid, és velem, a férjeddel meg úgy bánsz, mint egy idegennel. Bocsánat, de ennek mégis mi köze van Barbarához? Minden összefügg. Minden. Ez egyértelmű. A családot még nem festetted le. De Aguirre-t igen. Nem? Neked zavaros az agyad, Paz. Alejandro, engem most csak a lányom érdekel, érted? Nem. A mi lányunk. A mi lányunk. És engem is érdekel. Nem úgy tűnik. És a válást is te provokáltad. Ha, én provokáltam? Provokáltam? Jól van, Anna, ezt most fejezzük be. Úgy tűnik, hogy te és én nem vagyunk egy hullámhosszon.
Victoria. Boldog szülinapot, drága Paz. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Egyedül akarok lenni. Barátom, drága, kedves barátom, valahol a szíved miattam dobog. Valahol lassan becsukod a szemed, hogy az én szememet lásd. Meus musculus, estan dulces. Paros teus dentis. Ja es para minha barba. Ven mergulhar en mi. Como en mar. Ven. Nada en mi como en un mar. Ven te afogar en mi. Amiga mia. En mí, como en un mar. Az anyám mindig azt mondta, hogy a költészet olyan, mintha simogatnák a lelkünket. Igaza volt az anyjának. Igen. Ha valaki olyan szomorú, mint én, kell valaki, aki tényleg... tényleg törődik a lelkével. És elmondja az igazat? Mi történt? Hogy ismerheted meg engem ennyire, ilyen rövid idő alatt? Könnyen. A szemébe nézek. És tudom, mit érez. Maga egy nyitott könyv. A szemei... a lelkét tükrözik. A lányom nagyon beteg. Ma vallotta be, hogy bulimiás. Olyan nehéz ez nekem. Bűntudatom van azért, mert nem vettem észre. És most segítenem kell neki, és... nem igazán tudom, hogy hogyan. Legyen mellette, ahogy eddig is. Támogassa. Ez egy komoly betegség. Én nem ismerem. Olvastam róla cikkeket újságokban, magazinokban, de sosem gondoltam volna, hogy ilyen helyzettel kell szembesülnöm. Nekem fogalmam sincs, mi ez a bulimia, de számíthat rám. Itt arról írnak, hogy milyen következményei lehetnek ennek a betegségnek, ha nem kezelik. Maga majd kezelésbe veszi. Nem lesz baja, nyugodjon meg. Gondolja? Jaj, ugyan. Maga is tud neki segíteni. Nézze, itt az áll, hogy fontos a család szerepe. Igen. Na? Olvassa. A család? Nem tudom, hogy lesz-e még családom. Jaj. Mármint nem tudom, hogy számíthatok-e még Alejandróra. De miért ne számíthatna a férjére?
Miért ne számíthatna rá? Ugyan. Mégis miről beszél? Maga nincs egyedül. Néha elfogy az erőm, és nem. Nem megy. Zavarok? Nem. Igen. Kopoghattál volna, mielőtt bejössz, nem? Elfoglaltak vagytok? Igen. Információt keresünk a bulimiáról az interneten. Há, nocsak. És ezt nem velem kellene nézegetned? Persze, igaza van, bocsánat, ne haragudjon. Elnézést. Alejandro, azt hiszel és csinálsz, amit akarsz. Nekem most csak a lányom egészsége számít, semmi sem fontos a bennél. És most elmegyek. Én itt maradok velem a egész este. Most mellette kell lennem. Azt mondja, hogy kövér és csúnya. Pedig gyönyörű, nem? Elnézést. Ne kérjen ezért bocsánatot. Ez az igazság. Gyönyörű. Ó, megbocsát, asszonyom. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Bocsánat, hogy megzavarom ezt az kis bájcsevejt. Jó reggelt, itt a reggeli. Tessék. Kérlek, segíts. Nofá, kérnek még valamit? Nem, köszönjük. Olyan ízesek így együtt, Istenem. Anya. Mi az életem? Azt csinálom, amit mondasz. Bocsánat, bemegyek hozzá, nem akarom, hogy egyedül legyen. Menjen csak. Édesem! Ne! Ne! Nyugodj meg! Sajnálom, anya! Nem akartam enni! De nem bírtam megállni, anya! Túl leszel rajta, így lesz meglátod. Nem igaz! Nyugodj meg, édesem, jó? Nagyon kérlek, együtt megcsináljuk. Együtt csináljuk végig, rendben. Mondd el, hogy tudtad védeni Barbarát? Hogy falaszhattál neki? Én teljességgel megbíztam benned, Karolina. Paz, nem értem, hogy miről beszélsz. Nem érted, miről beszélek? Barbaráról beszélek. Tudod jól, miről beszélek. Azt mondta, hogy pszichológushoz jár, de helyette téged látogatott meg. Karolina nem tudta, hogy hazudok, mert az én ötletem volt. Neki el semmi köze. Szóval semmit se tudtál? Nem. Nem tudtam semmit. Én sosem árulnálak el.